A Kalocsai Logikusak Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület aktuális nyertes pályázatának középpontjában a tehetséggondozás áll. A Nemzeti Tehetség Alapnál nyertük meg ezt a pályázatot. Ez egy összetett foglalkozás sorozatot jelent. Egyrészt a tehetséges sakkozó gyerekekkel foglalkozunk más területen is, tehát ők mindig van a sakkfoglalkozásuk, és én pedig a egyéb társasjátékokkal szoktam velük játszani, meg megismertetni őket minél többféle játékkal, mert az nagyon jól kiegészíti a sakkozást, mert ez teljesen más stílusúak ezek a társasjátékok, amiket én behozok nekik. A pályázat nagyon sok oldalú, melynek köszönhetően az eszközpark bővítése mellett más területeken is segíti az Egyesület jelenlegi és jövőbeli munkáját. Egy pszichológus is bevontunk a pályázatba, ő pedig teszteket végez a gyerekeken mindenféle szempontból, az intelligenciájukat méri, vagy az érzelmi intelligenciát és a kognitív képességeket, és ehhez például teszteket vásároltunk. Aztán lesz benne kirándulás, ami egy kicsit most nehézkes a vírus miatt, de ilyen szabadtéri kirándulást terveztünk, remélem az sikerül létrehozni. A pályázati program 10 héten keresztül zajlik. Azért kell a gyermekeknek a felmérése, hogy teljesen tisztában legyünk a gyerekeknek a képességeivel, a rejtett képességeivel, mert a tehetség az egy olyan dolog, hogy van, amikor megnyilvánul, van, amikor rejtve marad, és azért kell a pszichológus, hogy teljesen tisztában legyen a személyiséggel, a személyiségnek a rejtett képességeivel, meg a megnyilvánultal, és a reális képre alapozva fejlesszük a tehetséget. Az optimális tehetséggondozást pedig a játéktevékenység biztosítja, hiszen fontos, hogy a gyermek jól érezze magát a tevékenységben.